Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Enigmát látják, a Fix Televízió geopolitikai magazinját. Vezető kínai elemzők, Oroszország kutatók, kül- és biztonságpolitikai szakértők azt állítják, hogy Oroszország a nyilvánvaló vereség felé tart Ukrajnában. A kínaiak szerint Ukrajna nem adja fel szuverenitását, ezért a háború következő szakasza az eddigieknél is könyörtelenebb és intenzívebb lesz. Nem lehet kizárni a konfliktus kiszélesedését sem, mert a szemben álló felek céljai szöges ellentétben állnak egymással. Mai vendégünk a stúdióban Jójárt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa, Oroszország szakértő. Szervusz Krisztián, köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget. Mi sem természetesebb, mint az, hogy egy ilyen beszélgetést az aktuális katonai, politikai helyzet elemzésével kezdjünk. Hol állunk most pontosan a háború kitörésének a negyedik hónapjánál? Mi történik Kelet-Ukrajnában a hadszíntereken? Ugye azok a stratégiai célok, melyeket Oroszország itt a háború elején megfogalmazott, ezek elérése nem sikerült, tehát ugye ez az úgynevezett nácitlanítás, ami nyilvánvalóan azt vetítette előre, hogy valamilyen fajta rezsimváltást hajtanak végre Ukrajnában, ez nem sikerült. Ugye a másik megfogalmazott deklarált cél, hogy demilitarizálják Ukrajnát, ez ugye részben sikerült, hiszen az ukrán katonai potenciál nagy részét gyakorlatilag Oroszországnak sikerült megsemmisítenie, de ezzel együtt ugye nem tudja akadályozni hatékonyan Oroszország a nyugati fegyverek beáramlását Ukrajnába, tehát kvázi a nyugat az folyamatosan fegyverzi fel Ukrajnát, úgyhogy Oroszország ezektől a stratégiai céloktól nagyon messze áll, és a háború első szakasza, annak ellenére, amit mondjuk az oroszok állítanak, hogy gyakorlatilag ők mindig is így tervezték ezt a háborút, és ez csak egy elterelés volt, ez egy óriási stratégiai vereség volt. Oroszország számára elképesztő áldozatokkal fizettek itt az offenzíva első szakaszának meglehetősen balga elképzeléseiért, hogy itt sikerül majd egy rezsimváltást megcsinálni, és az ukrán védelem az majd magától összeomlik, és majd virágokkal fogadják ugye a beérkező orosz csapatokat, vagy legalábbis passzívan fogadja majd az ukrán lakosság, ugye egyáltalán nem ez történt, és ugye március végén az orosz erők Kijev külvárosaiból kivonultak, és Ukrajna északi részéről is, azonban április eleje óta azt látjuk, hogy ezek a hadműveletek, ezek most már Ukrajna keleti részére összpontosítanak, de ezzel együtt itt az orosz haderő mintha összeszedte volna magát, adaptálódtak a megváltozott körülményekhez, és lassan, de biztosan őrlik fel az ukrán ellenállást. Éppen te írtad egy cikketben a témába vágóan, hogy ironikus, a helyzet ironiája, hogy nem csak a nyugat, ami alatt elsősorban persze az Egyesült Államokat, illetve NATO tagállamokat, valamint az Európai Unió bizonyos tagállamait értjük, fegyverzi fel Ukrajnát, vagy gondoskodik a fegyver utánpótlásáról, hanem ironikus módon maga Oroszország, hiszen több elhagyott, sorsára hagyott harckocsit és harci eszközt zsákmányoltak az oroszoktól, mint amennyi a saját veszteségük volt eddig az ukránoknak. Igen, ez a háború első szakaszában annak következtében, hogy ugye gyakorlatilag esztelenül nyomultak előre az orosz páncélos ékek, elhagyva az utánpótlást, az ukránok pedig nagyon okosan ugye területet adtak fel azért cserébe, hogy időt nyerjenek, illetve hogy behúzzák az oroszokat a városokba, rákényszerítsék városi hadviselésre az oroszokat, ami ugye alapvetően a védőfélnek kedvez mindig. Ugye itt Ukrajna nagyon jól ki tudta használni azokat a harckocsi elhárító kézipáncéltörő fegyvereket, melyeket a nyugat már korábban szállított Ukrajnának, és nagyon nagy veszteségeket tudtak okozni, illetve azzal, hogy kifejezetten az utánpótlást célozták az ukrán erők, ezzel ugye az ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag teljesen épp harckocsikat hagytak hátra sok esetben az előre nyomuló orosz erők, hiszen kifogytak az üzemanyagból. Ugye ezt most már nem látjuk, tehát ugye a háború második szakasza az nagyon más, itt egy nagyon intenzív tüzérségi
tűzpárbaj folyik. Mindkét fél ugye a tüzérségét alkalmazza a másik féllel szemben, itt ugye zsákmányolni sem lőszert, sem haditechnikát nagy mértékben nincs lehetőség, és hát ugye az elmúlt napokban azt láttuk, hogy az ukrán fél is meglehetősen nyíltan kommunikál a veszteségeivel kapcsolatban. Ugye itt az ukrán hivatalosan közölt veszteségadatok a haditechnikában, azok minden képzeletet felülmúltak. Tehát az alapján, ahogy ugye láttuk a fotóval, videóval dokumentált veszteségeket, van egy Oryx Spion Group nevű oldal, ugye ahol a fotóval, videóval alátámasztott veszteségeket közölték mind az orosz, mind az ukrán oldal részéről. Ugye itt azt láttuk, hogy az ukrán haditechnika vonatkozásában sokkal-sokkal alacsonyabbak voltak ezek a számok, ehhez képest most az ukránok sokkal nagyobb veszteségadatot közöltek. Ugye nem tudjuk azt biztosan, hogy ez a valós adat-e, vagy esetleg a veszteségek azok valamivel kisebbek lehetnek, és ugye ezt az ukrán fél arra használja, hogy meggyőzze a nyugatot a felől, hogy további haditechnikára, fegyverekre van szükség. Én azért személy szerint azt gondolom, hogy valószínű, hogy nem ez a helyzet, a veszteségadatok azok akár valósak is lehetnek, csak egész egyszerűen amiatt, hogy Oroszország, Ukrajna 1/5-ét tartja most már ellenőrzése alatt. Nyilván nyílt forrásokból nem láttunk egy csomó veszteségadatot eddig, hiszen orosz ellenőrzés alatt álló területekről nem lehetett begyűjteni azokat az információkat, hogy milyen veszteségeket szenvedtek el az ukránok. Úgyhogy azt hiszem, hogy míg a háború első szakaszában valóban ez volt a helyzet, hogy nettó az ukránok tudták pótolni a saját veszteségeiket, sőt pluszban voltak azáltal, hogy az elhagyott orosz haditechnikát meg tudták szerezni, illetve a részben sérült technikát utána ki tudták javítani. Most már azért azt látjuk, hogy nem ez a helyzet, és az ukrán veszteségek azok eléggé súlyosak. Tegyük hozzá nyilván, hogy az orosz veszteségek még sokkal súlyosabbak, de hát nyilván más a kiinduló bázis. Tehát Oroszországnak azért haditechnikai eszközök vonatkozásában elképesztő tartalékai vannak. A felvezetőben említett nagyon magas rangú kínai elemzők azt is írják, hogy amire nem számított nem csak Oroszország, hanem a nyugati világ nagy része sem, az az elképesztően elszánt és makacs ellenállás Ukrajna részéről, illetve még van egy tényező, hogy egységesen tudott fellépni a nyugati világ Ukrajna politikai, diplomáciai, szociális, katonai, anyagi, egészségügyi stb. Támogatásában, és ezáltal kompenzálni tudják azt a kétségtelenül korábban meglevő erőfölényt, amelyen az oroszok rendelkeztek. Tehát az, hogy azt prognosztizálják, hogy egy elhúzódó és a korábbiaknál is véresebb háború lesz, azt igazolni látszik, hogy ezek szerint eléggé kiegyensúlyozott erőviszonyokkal kell számolni a szemben álló feleknél. Hozhat-e fordulatot a régóta áhított, vágyott, kért, követelt, könyörgött nehéz tüzérség megérkezése, például Németország részéről, illetve Franciaország is nemrég, Macron elnök is tette ilyen irányú nyilatkozatot, ígéretet Franciaország nevében. Ugye valóban, tehát az oroszok egyáltalán nem számítottak erre, és nem csak az oroszok, hanem ahogy említetted egyébként a nyugati szakértők is egy gyors ukrán összeomlást vártak, azt gondolták, hogy itt valóban, igen, hogyha az orosz erők megindulnak, akkor heteken belül összeomolhat ez az ukrán ellenállás. Ehhez képest ugye kitartott Ukrajna, köszönhetően egyébként a nyugati hírszerzési támogatásnak is, meg a nyugati fegyvereknek is. De ezzel együtt nyilván az, hogy egységesen fellépett Ukrajna a támadó orosz erőkkel szemben, az azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és Oroszország ugye arra sem számított, mivel hogy arra készült, hogy itt nagyon gyors katonai műveletben, ahogy Putyin fogalmaz, ugye nem véletlen, hogy különleges katonai műveletről beszélt, tehát tényleg azt hitték, hogy ez egy különleges katonai művelet lesz, le lehet zongorázni ezt az ukrán helyzetet, és kész helyzet elé állítani a nyugatot, és hogy ebben a helyzetben valóban talán a nyugat részéről ugye sok logika nem lett volna a mögött, hogy akkor tényleg bevezesse ezeket a nagyon súlyos gazdasági szankciókat Oroszországgal szemben, hiszen kész helyzet elé állította volna őket Oroszország. Ugye ez nem következett be, és ugye most azt látjuk, hogy a háború elhúzódásával egész egyszerűen Oroszország megpróbálja felőrölni az ukrán ellenállást a Donbaszban.
és a nyugati fegyverszállítmányoknak azért is van kulcsfontossága, ezt azt hiszem, hogy fontos hangsúlyozni, mert Ukrajna egész egyszerűen kezd kifogyni azokból a tüzérségi lőszerekből, melyek ugye a szovjet orosz szabvány szerinti 152 mm-es űrméretű tüzérségi lőszerek. Egyrészt azzal, hogy nyilván elképesztő mennyiséget kénytelen Ukrajna felhasználni itt a tüzérségi párbajban ezekből a lőszerekből, másrészt azzal, hogy Oroszország támadja azt az infrastruktúrát, mely ugye ezeket a lőszereket gyártotta. Másfelől ugye egész Európa, a volt varsói szerződés tagállamai is kifogynak ezekből a készletekből, így Ukrajna rákényszerül arra, hogy NATO standard szerinti lőszereket használjon, és teljesen ki van szolgáltatva immáron a nyugatnak ugye a lőszer utánpótlás, illetve a nyugati tüzérségi eszközök szállítása kapcsán. Ugye, hogy hozhatnak-e fordulatot itt a hosszú bevezetőm után, azt gondolom, hogy az fontos látni, hogy itt a nyugat, amiket leszállított már tüzérségi eszközök, ezek generációkkal vannak előrébb az orosz társaikhoz összevetve. Tehát azok a francia Caesaron járó nehéz lövegek például 40 kilométeres hatótávolsággal, vagy ugye legújabban a németek által leszállított, és egyébként a Magyar Honvédség által is megrendelt, és már részben a Magyar Honvédség számára is leszállított Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegek, ezek gyakorlatilag a legjobbak. Ugye a lengyelek nagyon nagy számban szállítottak Krab önjáró lövegeket, melyek a dél-koreai K9-es önjáró lövegnek a licenc alapján gyártott lengyel verziói, szintén ugye a világ legjobbjai közé tartoznak. Tehát minőségükben ezek a fegyverek sokkal-sokkal jobbak, mint bármi, ami az orosz oldalon van. Nem is beszélve ugye a HIMARS rakétasorozatvetőkről, melyekből ugye éppen a mai nap fejleménye, hogy szintén már érkezett néhány darab Ukrajnába. Tehát ezek mind hatótávolság, mind tűzgyorsaság, mind precíziós csapásmérés szempontjából sokkal jobbak, mint az orosz oldalon megtalálható Smerch, Uragan és más rakétasorozatvetők, de hát itt ugye a nagy kérdés az a mennyiség. És ugye mennyiség szempontjából az oroszoknak elképesztő fölényük van a tüzérségi tűz tekintetében. Ugye a hivatalos ukrán adatok, amiket néhány héttel ezelőtt közöltek, az alapján ugye egy ukrán lövegre 15 orosz jut. Ugye nyugati hírszerzési információk még nagyobb aránytalanságról számolnak be, itt azt mondják, hogy a tüzérségi lövegek tekintetében 1-20 az az arány, a tüzérségi lőszerek tekintetében az oroszok fölé egy 40-szeres az ukránnal összevetve. Tehát itt azt hiszem, hogy a kulcskérdés az az, hogy megfelelő mennyiségben tudja a nyugat leszállítani ezeket a fegyvereket, illetve azt is fontos látni, hogy még ugye néhány hét alatt felkészíthetők az ukránok ezeknek a nehéz technikáknak a kezelésére, ugye azok karbantartására már ugye több hónapot rá kellene szánni. Tehát kérdés az, hogyha ezek meghibásodnak, akkor milyen gyorsan tudja a nyugat pótolni őket, van-e szerviz háttér, én azt gondolom, hogy Ukrajnában nincs ezeknek a nehéz technikáknak a szervizelésére, illetve ugye az utánpótlás lőszerből, ugye ahogy itt a HIMARS rakétasorozatvetőnél maradjunk, ugye ezek a HIMARS, illetve az MLRS rakétasorozatvető, ez ugye 6, illetve az MLRS esetében 12 rakéta befogadására alkalmas két ilyen kazetta az, amit ugye cserélnek egyben. Tehát ugye az orosz oldalon ezeket a Smercheket, Uragánokat itt ugye egyesével helyezik be a rakétákat, nagyjából 40 perc ugye egyébként újra tölteni ezeket az eszközöket. Itt a HIMARS-ok esetében ugye 5 perc kicserélni ezeket, ugye minden gépesítve van, van saját emelődarúja ugye a szállítójárműnek és ugye magának a rakétasorozatvető rendszernek is. Tehát itt ez a 6 rakéta befogadására alkalmas kazettát cserélik egyben, 5 perc ezt kicserélni, de egy ilyen kazetta súlya 2,5 tonna. És ugye néhány másodperc alatt ugye egy intenzív tűzpárbaj közepette gyakorlatilag elhasználja mind a 6 rakétáját ez a rakétasorozatvető rendszer, ugye mivel 5 perc a kicserélése ennek, még hogyha közben helyváltoztatást is hajt végre nyilván a tüzérségi ellencsapás kivédése érdekében, akkor is ugye itt gyakorlatilag óránként több 10 tonna lehet az utánpótlás igénye egy ilyen fegyvernek. Na most ezt, hogyha külföldről kell bejuttatni, ugye vasúton kell behozni Lengyelországon keresztül, ugye onnan 1000 kilométerre el kell juttatni a frontra,
ennek ugye a logisztika igénye az elképesztő, tehát még békeidőben is nagyon nehéz lenne ekkora mennyiségű lőszer utánpótlást mozgatni. Itt most a háború közepette, hogy az oroszok próbálják is akadályozni ezt a vasúti infrastruktúra támadásával, a hidak támadásával. Itt ugye nyilván a kérdés az az, hogy megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben rendelkezésre fognak állni ezek az eszközök, és azt gondolom, hogy ezt egyelőre nehéz látni, de azt hiszem, hogy hosszú távon katonai szempontból az idő egyébként Ukrajnának dolgozik, hiszen egyre nagyobb számban fognak beérkezni ezek a nyugati nehéz technikák. A kérdés az, hogy ez idő alatt ugye Oroszország mit tud elérni, és milyen készhelyzet elé tudja állítani Ukrajnát. Ugye látjuk azt, hogy ez szintén mai fejlemény, hogy Szévérodonyeck-Liszicsánszkból most már az ottani Luhanszki megyei kormányzó közlése szerint kivonják az ukrán erőket, hiszen itt már tényleg a körbezárás fenyegeti őket. Tehát az oroszok lassan, de szisztematikusan örlik fel az ukrán ellenállást, és lassan, de biztosan nyomulnak előre ebben a térségben. Ugye a nagy kérdés az, hogyha mondjuk nyár végéig sikerül a teljes Donbaszt elfoglalni, akkor itt megállnak-e az oroszok, vagy tovább nyomulnak esetleg Odessa irányába. Én azt gondolom, hogy erre most kicsi az esély, tehát az orosz erők itt nagyon jelentős veszteségeket fognak elszenvedni, kifáradnak ebben az offenzívában. Ukrán oldalon pedig hát nagy kérdés, hogy sikerül-e nekik egy szervezett, nagy léptékű ellentámadást indítani. Ugye láttunk már erre példákat kisebb léptékben, ugye Harkivban került sor sikeres ukrán ellentámadásra, illetve Hersonnál látunk egy korlátozott ukrán ellentámadást hetek óta, de hát azt hiszem, hogy ezek azért meglehetősen korlátozottak, és nyilván az fontos látni, hogy itt nagyon jelentős orosz csapatösszevonás ezekben a térségekben nincs. Ugye az oroszok a fő súlya ugye ennek a műveletnek az most Luhanszk megye még ukrán ellenőrzés alatt álló területeinek megszerzése, illetve Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló területeinek megszerzése lesz a másik lépés. A második lépés, ugye délen Hersonnál, Zaporizsjában az oroszok védelemre rendezkednek be. A nagy kérdés az azt hiszem az, hogy itt az ukránoknak sikerül-e tényleg egy sikeres ellentámadást indítani. Nekem azért vannak kételjeim ezzel kapcsolatban. Egyértelmű, hogy felkeményedtek az álláspontok, és míg korábban mindkét fél többé vagy kevésbé őszintén hangsúlyozta a tárgyalásokra való nyitottságát, most már nem is próbálnak meg tárgyalni egymással. Milyen felismerhető taktikák, stratégiák, milyen vélelmezett, illetve deklarált célok sejlenek itt fel? Mi lehet Oroszország, illetve a moszkvai vezetés célja Kelet-Ukrajnában, és mi vélelmezhetően az ukránok célja? Ugye itt március tájéken, amikor elkezdődtek ugye ezek a béketárgyalások, akkor itt azért azt gondolom, hogy volt nyitottság ukrán részről, ugye itt azért elhangzottak konkrét javaslatok arra, hogy akkor Ukrajna lemond adott esetben arról, hogy az euróatlanti integráció útját járja, hajlandó vállalni azt, hogy semleges státuszba kerüljön megfelelő nagyhatalmi garanciák mellett. És ugye itt maga az orosz félnek is a kommunikációja az azért meglehetősen ellentmondásos volt. Tehát amikor a tárgyalásvezető Vlagyimir Medinszky ugye azt mondta, hogy itt átütő sikert értek el, hiszen az ukránok konkrét írásos formában rögzítették a javaslataikat erre vonatkozóan, majd másnap kiállt ugye az elnöki szóvivő Dmitri Peszkov, és azt mondta, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, nem sikerült semmi számottevő átütő eredményt elérni. Tehát mintha maga az orosz fél is megosztott lett volna, és mondjuk a külügyi apparátus az inkább a tárgyalásos megegyezést járta volna, miközben a putyini vezetés pedig hát valami sokkal nagyobb célt próbált volna, és azt gondolta, hogy itt katonai erővel még kedvezőbb tárgyalási pozícióba kerülhet, és hát azt láttuk, hogy ez a lehetőség orosz oldalon elúszott végül, hiszen nem kedvezőbb, hanem kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek katonai szempontból, és ugye kivonták az erőiket Kijev külvárosaiból, itt pedig hát azzal, hogy lekerült képetesen szólva ugye a kés az ukránok torkáról, így nyilvánvalóan az ukránok se érezték azt, hogy itt bármiről tárgyalni kéne. Miközben egyébként hát az orosz deklarált célok azok nem tűntek el, tehát ezek nem változtak.
mind a nácitlanítás, mind a demilitarizáció, tehát kevésbé hangoztatják most már ezt az oroszok, de ugye nem mondták azt, hogy ez ne lenne továbbra is ott a napirenden. És ugye ez a háború... És a te kódfejtésed szerint, bocsánat, az ismételjük, hogy még egyszer tudom, hogy elmondtad az elején, de ugye ezeket dekódolni kell, ezeket a tipikus orosz kifejezéseket. Ugye egyrészt egy politikai rendszerváltást, illetve igen, elitváltást értenek ez alatt, másrészt pedig ugye Ukrajna lefegyverzését, és azt mondtad, hogy az utóbbi az részben sikerült már. Igen, igen, tehát részben sikeresek ezek a célok, de azért nagy részt én azt gondolom, hogy kudarc ez orosz rész, hiszen Ukrajna egészéről szólt ez a történet, ugye akárhogy is kommunikálják, itt nem csak a Donbaszról szólt ez a dolog, ugye láthatóan most már a kommunikáció ez kifejezetten erre koncentrál, amikor május 9-én Putyin elmondta a győzelmi napi beszédét, egyetlen egy szóval se ejtette ki talán Ukrajna nevét, kifejezetten ugye a Donbaszról beszélt következetesen, holott nyilvánvalóan nem a Donbaszról szólt, ez az egész Ukrajna egészéről szólt, arról, hogy Ukrajna az ne lehessen a nyugat része, ne kerülhessen ki az orosz érdekszférából, és hát ne felejtsük el mondjuk február 21-én, mit mondott Putyin, ugye, hogy Ukrajna az állami létét azt egy történelmi hibának köszönheti, és itt ugye Vlagyimir Iljics Lenin egy személyben az, aki az ukrán államiságnak az építésze, ahogy Putyin fogalmazott. Tehát ezekből ugye az következik, hogy Ukrajnának, mint államnak se kellene léteznie Putyin elgondolása alapján. És hát ugye nagyon nehéz máshogy értelmezni Putyin szavait, amikor azt mondta, hogy itt a dekommunizáció jegyében Ukrajnában Lenin szobrokat döntenek le. Azt mondta Putyin, hogy számukra teljesen rendben van a dekommunizáció, de hát akkor miért álljunk meg félúton, akkor csináljuk azt végig úgy rendesen. Tehát ezt nagyon nehéz máshogy értelmezni, mint hogy itt Ukrajna, mint állam megszűnéséről értekezett Putyin. Tehát ettől most nyilván nagyon messze vannak. A nagy kérdés az, hogy ez az Ukrajna, ez milyen területi határok között fog létezni, és hogy ebben kétségtelenül Oroszország sikeres, tehát újabb területeket próbál meg leszalámizni Ukrajnáról, és ahogy említettem, itt gyakorlatilag két magyarországnyi területet ellenőriz már Oroszország Ukrajnából, Ukrajna 1/5-ét, tehát ebben sikeres, de hát az összkép az nyilván az a fő stratégiai cél az nem az volt, hogy újabb területeket szerezzen meg Ukrajnából. Ezzel együtt azt hiszem, hogy ezeket el fogja érni Oroszország, tehát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ezekről a területekről most már Oroszország lemondana, és hogy ez egyben gátja is a tárgyalásnak, hiszen valójában miről is tudnának tárgyalni a felek. Február 21-én, amikor ugye elismerte Oroszország a két szakadár területnek a függetlenségét, ugye Donyeck és a Luhanszk úgynevezett névköztársaságokét, akkor ugye nem az általuk pillanatnyilag ellenőrzött határok mentén történt ez az elismerés, hanem az alkotmányaikban foglalt területi kiterjedés mellett. Ugye ez Donyeck és Luhanszk ukrán megyék egészét jelenti, tehát ha úgy tetszik, innen Oroszország kényszerpályán mozog, tehát itt igazából nincs miről tárgyalni. Ugye Herszon esetében szintén azt gondolom, hogy nem nagyon a tárgyalásos megegyezés irányába tart a történet, hiszen itt ugye több vezető tisztviselő, orosz tisztviselő látogatott el Herszonba, Szergej Kirijenko, aki ugye elnök helyettes, kifejezetten ugye a belpolitikával foglalkozott eddig, most az ő kijelölt feladata volt ugye Ukrajna is. Ő is ellátogatott ide, a Jedinaja Rossija, tehát az egységes Oroszország tisztviselői látogattak el szintén ide, akik olyan nyilatkozatokat tettek, hogy Herszon ugye Oroszország része lesz majd, illetve ugye folyamatosan elodázzák ezt a referendumot arról, hogy akkor döntsenek arról, hogy a herszoni úgynevezett népköztársaság is betagozódik az Oroszországi Föderációba. De hát ugye stratégiai szempontból ez Oroszország számára azért fontos terület, hiszen itt van az észak-krími csatorna, amely a Krím vízellátását biztosítja, és melyet Ukrajna ugye 2014 után elzárt, és ugye a víz ellátás problémája az azóta akut probléma a Krímben. Tehát azt hiszem, hogy stratégiai szempontból ez szintén olyan terület, melyet Oroszország meg akar szerezni, amiről lehet tárgyalni, hiszen bizonytalan ennek a területnek a sorsa, az Harkiv még orosz ellenőrzés alatt álló területei, illetve Zaporizsia déli része, de itt ugye nyilván a szárazföldi korridor miatt ez szintén azt gondolom, hogy fontos Oroszországnak megtartani.
Tehát igazából nem nagyon látom, hogy itt a felek azok miről tárgyalhatnának. Másfelől ugye mind a két fél úgy véli, hogy itt katonai erővel kedvezőbb helyzetbe tud kerülni. Ugye az oroszok is láthatóan így látják, azt látják, hogy hosszú távon az idő nekik kedvez, felőrlik az ukrán ellenállást a tüzérségi tűzzel, illetve majd a nyugat egysége is meg fog bomlani hosszú távon. Egészen nyíltan zsarol ugye az orosz vezetés, mind ugye azzal, hogy itt ugye élelmiszerválság van kialakulóban, sőt már ugye élelmiszerválságról beszélünk az ukrajnai háborútól eltekintve is, de ez az ukrajnai háború, ez kétségtelenül súlyosbítja, hiszen például a búzaellátás 10%-át adta ugye a világviszonylatban Ukrajna, és ugye tengeri blokád van ugye az ukrán gabona exporttal szemben, tehát nem tudják tengeri úton kijuttatni ezekből a kikötőkből. Több mint 20 millió gabona van felhalmozódva az ukrán silókban. 20 millió tonna? Igen, több mint 20 millió tonna, és ugye nyíltan zsarol gyakorlatilag Oroszország a gázellátással is, és azt gondolom, hogy nem ok nélkül kalkulál úgy az orosz vezetés, hogy majd, hogyha ezek a problémák feltornyosulnak, akkor a nyugat egysége az megtörhet Ukrajna mögött, és ugye ezzel szemben meg az ukránok úgy látják, hogy katonai szempontból azzal, hogy egyre inkább, egyre több nyugati nehéz technika érkezik be, ők kerülhetnek kedvezőbb helyzetbe, így hát ebben a folyamatban azt hiszem, hogy egyelőre nyilván nagyon messze állnak egymástól a tárgyalási pozíciók, és nincs miről tárgyalni. Igen, míg korábban úgy tűnt, hogy nyugati nyomásra az ukrán politikai vezetés talán hajlandó lett volna bizonyos területeket feladni, most már úgy látszik, hogy semmi esélye nincs a területet a békéért elv alkalmazásának. De vajon azt hogyan dekódolnád, hogy Zelenszkij elnök az elmúlt napokban úgy nyilatkozott, hogy az orosz erőknek vissza kell vonulniuk a február 23-ai helyükre? Azért ez mégis bizonyos kompromisszumot sejtett az én olvasatomban. Valóban, tehát ugye nyilván nem véletlenül február 23-áról beszél, hiszen ugye itt azok az úgynevezett orosz békefenntartó kontingens, ugye már egy nappal korábban települt ugye a Donbaszba, tehát hogy ugye ez arról van itt szó, hogy értsék, hogy ugye a február 24-ai háború előtt ugye kvázi orosz ellenőrzés alatt álló területek ugye a szakadár népköztársaságok formájában, erről hajlandó lenne úgy tűnik Ukrajna lemondani, hogyha de jure nem is, de facto igen, és szintén a Krím az nem képezni ugye a tárgyalási alapot. Zelenszkij ezen nyilatkozata alapján, tehát itt van egyfajta kompromisszum, tehát azt a nem a 2014 előtti státuszkót kívánna az ukrán vezetés visszaállítani, hanem a 2022. február 24-e előtti állapotokat. Tehát itt ez valóban egy kompromisszumnak tűnik ukrán részről. Azóta egyébként más nyilatkozatok is azért elhangzottak, tehát elhangzottak olyan nyilatkozatok, hogy Ukrajna visszaszerzi még a Krím-félszigetet is. Igen. Tehát meglehetősen ellentmondásos az ukrán kommunikáció. Mindeközben ugye azt látjuk, hogy például Dimitro Kuleba, ukrán külügyminiszter ugye az elmúlt napokban írt egy hosszú véleménycikket az egyik amerikai folyóiratban. Itt ugye azt írta, hogy itt az elsődleges ukrán cél az, hogy lényegében olyan dilemma elé állítsák Putyint, hogy vagy elveszíti ugye itt a dombaszi területeket, vagy a déli herszoni területekről mond le azáltal, hogy az ukránok ugye itt is, ott is ellentámadást fognak indítani, és majd ezzel lehet rákényszeríteni Putyint arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Tehát láthatóan ugye itt mint hogyha az ukránok azért éreznék azt, hogy az idő azért nem nekik dolgozik hosszú távon, és felkészítenék a lakosságot arra, hogy itt lesznek területi veszteségek, talán továbbiak, mint amik ugye már korábban, amiket Ukrajna korábban elszenvedett. Említetted a május 9-i Putyin beszédet, és hogyha már, ha már itt tartunk, akkor folytassuk tovább ezt a nagyon sajátos, vágyvezérelt, gondolkodás által inspirált nagy Putyin beszédeknek a sorát. A napokban a Szentpétervári Gazdasági Nemzetközi Fórumon elmondott ismét egy nagy beszédet Putyin elnök, amiből nagyon sok minden következik, úgy gondolom. Érdekelne a véleményed, hogy mennyire reális az ő helyzetértékelése, mit üzen befelé a hátországnak,
az orosz polgároknak, választóknak, bármennyire nem szeretné ő ezt így tekinteni, a népét, inkább egy száratyuskaként viselkedik. Ugye Scholz kancellár azt mondta, hogy Putyin egyértelműen fél, neki vannak félelmei, és neki egyértelmű félelme az, hogy Oroszország demokratizálódni fog, és kialakulnak a nyugati demokratikus feltételek, és ezt ő nem akarja. Illetve, hogy milyen konklúziókat lehet levonni ebből a nagyívű beszédből? Hát ugye Putyin a beszédet azzal kezdte, hogy gyakorlatilag ugye a nyugatot kárhoztatta azért, hogy még foggal körömmel ragaszkodik ahhoz a világrendhez, amit már a történelem meghaladott. Hát meglehetősen érdekes érvelés Putyin részéről, miközben ugye ő az, aki újra és újra évek óta amellett érvel, hogy egy új jaltai megállapodásra volna szükség, és aki láthatóan képtelen szembenézni azzal, hogy Oroszország mára már nem egy birodalom. Tehát 30 éve tart ez az elhúzódó szembenézés, nem tudnak lemondani ugye arról, hogy ők jogos örökösei a Szovjetuniónak, illetve az orosz birodalomnak. Igen. Tehát ezzel együtt nyilván van egy, ahogy ő fogalmazott, tektonikus változás, nyilván ez érzékelhető, nyilván látjuk azt, hogy az Egyesült Államok hegemóniája az megszűnőben van, és felemelkednek olyan új hatalmi központok, mint Kína, de hát ebben az új hatalmi világrendben azt hiszem, hogy ez a háború, ez azt fogja elhozni Oroszország számára, hogy ő nem pólus lesz szemben, hanem egy teljesen elszigetelődött középhatalom. Tehát azt hiszem, hogy ez az ukrajnai háború, amit most látunk, ez az orosz birodalmiságnak a végét fogja jelenteni. És hát ugye sok minden másról beszélt, elsősorban gazdasági dolgokról Putyin. Ugye azt mondta, hogy Oroszországban valóban magas az infláció, több mint 15%, de hát nézzünk a nyugatra, ott meg 20%-os az infláció, és ők még különleges katonai műveletet sem vívnak, ugye meglehetősen cinikusan mondta Putyin. Tehát azt hiszem, hogy arról szólt ez leginkább, hogy a nyugat, tehát hogy a külföldi befektetők számára bizonygassa azt, hogy az orosz gazdaság az továbbra is életképes, illetve befelé pedig azt üzente Putyin, hogy Oroszország továbbra is egy szuverén nagyhatalom, ennek ott van a gazdasági támasza, és a nyugati szankciók nem képesek megtörni Oroszországot. És érdekes módon egyébként Putyin ugye arról beszélt, hogy a szuverenitás, hogy az nem csak katonai erő, de hogy minden tekintetben szuverének kell lenni gazdaságilag is, és ugye itt hangsúlyozta kifejezetten az orosz mezőgazdaság helyzetét, hogy teljes mértékig önállátó ugye 2014 óta. De hát ugye egy dolog az, és ezt ugye Putyin is elismerte, hogy itt még van hova tovább fejlődni, a technológiai szuverenitás. És hát ugye ezt látjuk, hogy Oroszország ebben a tekintetben bizony nem áll túl jól. Tehát azt, hogy Oroszország bejelentette, hogy most már euronullás szabvány szerinti autókat fog gyártani, tehát hogy visszamennek kvázi az orosz autógyártás, az visszamegy a 70-es, 80-as évek színvonalára, tehát olyan technológiai kitettsége volt ennek az orosz gazdaságnak, amit azt gondolom, hogy nagyon nehezen fog majd tudni Oroszország pótolni, és éppen ez bizonyítja azt, hogy Oroszország például a technológia vonatkozásában korán sem annyira szuverén. És hát nyilván Putyin megpróbálta eladni azt, hogy Oroszország nagyon felkészült volt itt, és ez a gazdasági szankciókkal a nyugat kvázi lábon lőtte most magát, miközben egyébként azért tudjuk, mondjuk Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megszólalásai alapján, hogy az orosz gazdaság, az orosz pénzügyi vezetés az egyáltalán nem volt felkészülve ezekre a gazdasági szankciókra, pláne nem arra, hogy ilyen gyorsan fogja ezeket a nyugat bevezetni Oroszországgal szemben. És azt hiszem, még egy fontos dolgot látni kell, hogy ez a nagy szentpétervári gazdasági fórum, mely korábban arról szólt, ugye, hogy itt különböző nagy nyugati cégek és befektetők képviseltették magukat, és ha jól emlékszem, 2019-ben, tehát még a Covid előtt 145 ország képviselője vett részt, ugye most a hivatalos közlés szerint 115 ország
és entitás, hogy fogalmaztak, képviseltette magát. Olyan entitásokra gondolva itt ugye, mint a Donyecki és Luhanszki népköztársaságok, vagy ugye az afganisztáni talibánnak az egyik képviselője volt még jelen, és hát mondani se kell, hogy a nyugati cégek nagy része az távol maradt ettől a fórumtól, és azok a nyugati cégek is, amelyek mégis képviseltették magukat, azok meglehetősen halkan tették ezt. Tehát azt hiszem, hogy ez korántsem egy sikertörténet orosz szempontból. Jellemző fordulat és toposz Putyin elnök gondolkodásában, amely jó feltérképezhető az elmúlt években elmondott beszédeiből, hogy minél nyugatot teszi felelőssé a jelenlegi problémákért, így az általad is említett élelmiszer, globális élelmiszerválság, az infláció, a nemzetközi gazdaság, a globális gazdaság lefékeződése séért is. Azt mondja, hogy ez a korlátozott művelet, amit most végzünk, ez ugyan hozzájárult, de nem ez volt a kiváltó oka. És egyébként is, ahogy említetted, hogy a nyugat lábon lőtte magát, mert hogy ő ott mondta ezeket a számokat, hogy nem tudom hány százmilliárd dolláros veszteség érte az európai gazdaságot és az amerikait is, bezzeg Oroszország, ő most keletre fordul, új ázsiai partnereket talál az ázsiai országok személyében, és egyáltalán meg se kotyan neki az, hogy elveszíti az európai piacokat. Szerintem egyértelmű volt a célzás Pekingre, és nagyon érdekes ez a kérdés, és érdekel mi erről a véleményed, hogy Moszkva nagyon szeretne szorosabb kapcsolatokat kiépíteni Pekinggel, főleg gazdasági kapcsolatokat, de politikai kapcsolatokat is, amelyben kétségtelenül érte részleges eredményeket, hiszen Kína nagyon jól jött ki eddig a háborúból, olcsóbban kapja a nyersanyagot, és főleg a kőolajat és a földgázt. Nagyon sok árut el tudott adni az oroszoknak, és ezáltal csökkentette a nyugati szankciók következményeit az orosz gazdaságban, és ez nagyon jól jött neki is, mert a Covid utáni lefékeződött kínai gazdaságot ezzel föl tudta pumpálni. De ennél többet nem akarnak Pekingben, sőt, ők úgy látják, hogy Oroszország vereségre van károsztatva Ukrajnában, Oroszország szétesőben van, Oroszország meggyengülőben van, sőt, ezek a bizonyos kínai csúcselemzők azt is mondták, hogy a szovjet idők óta Oroszország hanyatlik, és semmi nem igaz a putyini konjunktúrából. Nincs itt kérem szépen semmi látnivaló. Oroszország vissza fog süllyedni egy középhatalmi státuszba, és egyébként mellesleg ez Pekingnek nagyon jól is fog jönni. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen helytálló helyzetértékelés, tehát Oroszország az minden korábbinál nagyobb mértékben lesz ráutalva Kínára, tehát ugye fontos látni, hogy itt nem egy szövetségesi viszonyról van szó, egy szoros partneri viszony, ahogy Putyin legutóbb fogalmazott, egy új 21. századi együttműködés, ami Kínával kibontakozott, de hogy ugye Oroszország azért abban volt érdekelt, hogy megőrizze szuverenitását Kínával szemben is, most olyan mértékig lesz ráutalva Kínára, ami azt gondolom, hogy orosz szempontból is meglehetősen kellemetlen lesz. Ugye az elmúlt években nyilván volt egy sikeres gazdasági átfordulás Kína irányában, nyilván a már eddigi nyugati szankciók miatt is ez a leválás a nyugattól most fel fog erősödni, és nyilván bizonyos tekintetben, mivel ez a szankciós rezsim, amit ugye a nyugat bevezetett, ez egy nyugati szankciós rezsim, tehát ebben nem tartoznak bele nyilván Kína, India, más nagy ázsiai országok, Latin Amerika, Afrika, tehát ezek továbbra is fognak üzletelni Oroszországgal, de azért az fontos látni, azt hiszem, hogy most Oroszország úgy vette át Szaúd-Arábia helyét, mint Kína legfontosabb kőolaj importőre, hogy eközben a szaúdiak többet keresnek az üzleten, mint az oroszok. Tehát, hogy Oroszország volumenben már többet szállít Kínának olajból, de ezen kevesebbet keres, mint Szaúd-Arábia. Tehát azt gondolom, hogy ez azért sokat elárul. Nyilván a földgázt is majd megpróbálják eladni az ázsiai piacra, de ugye Kína azért nem minden tekintetben siet Oroszország megsegítésére, tehát nyilván ezt a felesleget, ami keletkezik, ezt Kína megveszi nyomottáron, ezzel Kína jól jár, de bizonyos szankciók megtörésére ugye Kína sem hajlandó, nem utolsó sorban nyilván azért, mert ugye a globális pénzügyi rendszert azt még mindig elképesztő mértékig az Egyesült Államok dominálja. Tehát kijátszani ezeket a nyugati szankciókat, ugye a másodlagos szankciók miatt,
az meglehetősen kockázatos még egy Kína számára is, hiszen Kína számára nyilván egy amerikai piac az sokkal fontosabb adott esetben, mint egy orosz csökkenő vásárlóerővel rendelkező piac. Tehát ezeket Kína sem kockáztatja, nem kockáztatja meg például azt, hogy ugye azokat a nyugati gyártmányú utasszállítógépeket, melyeket ugye már a nyugat nem hajlandó ugye a szervizbázist ehhez hozzátenni. A szankciók okán ezeket Kína szervizelje, tehát egy csomó ilyen tekintetben nem segíti ki Oroszországot egyáltalán Kína. Ugye ennek részben az az oka, azt hiszem, hogy nem érdekelt egész egyszerűen abban, hogy Oroszország erősödjön. Másfelől pedig nyilván az, hogy ugye pénz beszél, és mégiscsak a nyugati piac, Európa és az Egyesült Államok, az sokkal-sokkal fontosabb Kína számára, mint Oroszország. A többi BRICS ország mennyire aktív Oroszország megsegítésében, mondjuk India, vagy Dél-Afrika, vagy Brazília, ki tudják-e segíteni ebben a helyzetben? Hajlandók-e? Akarnak-e egyáltalán? Mennyire működik a BRICS ebből a szempontból Oroszország megsegítésében? Hát, én azt gondolom, hogy ezeknek az országoknak nyilván van egy elképesztő nyersanyag éhsége, amit Oroszország ki fog tudni elégíteni. Tehát lesz, azt hiszem, egy globális elfordulás. Tehát ezek az országok, amik eddig mondjuk közel-kelet országaitól, az Egyesült Államoktól vettek például cseppfolyósított földgázt, majd most az oroszoktól fogják megvenni, és amit ugye Európa eddig az oroszoktól vásárolt meg, azt most drágábban fogja megvenni az Egyesült Államoktól, illetve más szereplőktől. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból ugye nyilván, amíg ugye a saját érdekei kezdik táják, addig Oroszországot hajlandók ilyen úton, módon kisegíteni. De hát azt hiszem, hogy ez kevés vagy sovány vigaszt jelent Oroszország számára, ugye főként a technológia tekintetében, mert ugye az a technológia nagy része, a mikrochip gyártás például, ez olyan kulcságazat, amit nagyon nehezen tud Oroszország máshonnan beszerezni, mint a nyugattól. Ugye láttuk azt itt, hogy a kilőtt orosz harckocsik, meg más járművek esetében is, hogy nagyon-nagyon sok technológia, mikrochip, hőkamera, más egyéb technológiai alkatrészeket továbbra is a nyugattól vett meg az orosz hadipar, tehát ezektől el lesz zárva, és azt gondolom, hogy itt kevés ország az, amelyik Oroszországot ki tudja segíteni ebben a tekintetben. Nézzük meg ezt a narratívát a másik oldalról, nyugati szemszögből. Az idei nyár, különösen a június végi madridi NATO csúcs eddig egyik fő programja volt, hogy a NATO bővülni fog. Két északi ország jelentette be egyszerre a csatlakozását. Az egyébként is történelmileg rendkívül szorosan együttműködő Finnország és Svédország. Igen ám, de történt valami, amit talán eddig alábecsültünk. Törökország megvítózni látszik ezt a bővítést, és úgy tűnik, hogy nem blöffölte Erdogan elnök. Lehet, hogy zsarolási potenciálként használja ezt a vétót, de úgy tűnik, hogy komolyan gondolja, és ez egyelőre nem belátható ideig ki tudja tolni ezt a bővítést, ami akár lélegzethez is juthatja Oroszországot, vagy legalábbis Oroszország érdekeinek nagyon megfelelne az, hogy ne kelljen egy új közel 1400 kilométeres közös határon szembenézni a NATO fegyverekkel. Finnország, a finn-orosz határa gondolok. Szóval, hogy Erdogan elnök és a török politika taktikai, stratégiai mozgásai a NATO bővítés megvitózása körül mennyire szolgálják Oroszország érdekeit? Vagy ez teljesen független ettől, és igazából ezek csak török érdekeket szolgálnak, hiszen ugye Erdogan elnök arra hivatkozik, hogy ezek az északi országok terroristákat mentegetnek, vagy fogadnak be, nem akarják kiadni őket, és akik ehhez pedig Törökország ragaszkodik, hiszen közel 40 ezer török ember halála köszönhető ezeknek a kurd terrorszervezeteknek, akiknek ugye a svédek menedéket adnak. Hát nyilvánvalóan orosz érdeket szolgál ez, hogyha valóban nem lesz finn és svéd NATO csatlakozás.
de azt gondolom, hogy Törökország nem azért teszi mindezt, mert hogy kifejezetten az oroszoknak szeretne ezzel segíteni. Én nem vagyok Törökország szakértő, és azt hiszem, hogy a Egeresi Zoltán kollégám az, aki erre mélységeiben választ tudna adni. Én azt gondolom, hogy itt egy zsarolási kísérletről van szó Törökország részéről, tehát valamiféle engedményt akar kicsikarni. Ez most egy jó helyzet az, hogy Finnország és Svédország a NATO-ba törekszik, és nyilván Törökország, mint már NATO tag, vétózni tudja ezt a csatlakozási folyamatot. Ezt a vétót most megpróbálja ugye Törökország kihasználni arra, hogy számára engedményeket érjen el. Ugye itt alapvetően ugye az általad is említett problémák elsősorban Svédország vonatkozásában jelentkeznek török részről, tehát az, hogy befogadnak olyan személyeket, akiket Törökország terroristának tart nyilván, illetve Svédország ugye 2019 óta nem hajlandó Törökországnak fegyvert szállítani. Azt gondolom, hogy itt Törökország számára mondjuk eredmény lenne az, hogyha az utóbbi tekintetében történne előrelépés, tehát például, hogyha Svédország feloldaná ezt a fegyverszállítási blokkot, illetve adott esetben, mivel elég rossz optikája lenne, azt gondolom, hogyha Madridban nem kerülne sor erre a bejelentésre, így akár az Egyesült Államok is tud olyan engedményeket tenni Törökország számára, amelyel Erdogan adott esetben beéri, tehát azt gondolom, hogy ez egy nagy játszma. Azt hiszem, hogy van nyugati részről komoly nyomásgyakorlás Törökországon, valamilyen engedményeket feltételezem, hogy fognak tenni Erdoğannak. Én most jelen állás szerint arra tippelek, hogy nem lesz végül is török vétó, sikerül majd valamilyen engedményre jutni a felek között, de azzal együtt is, hogyha most vétó lesz, tehát gyakorlatban azt hiszem, hogy nem lesz túl nagy jelentősége, tehát nyilván erre a kérdésre vissza lehet térni majd később is. De minden esetre nyilván az optikája az meglehetősen rossz lesz annak, hogy itt a nyugat egység az megbomlik ennek a kérdésnek a kapcsán. Van egy kicsiny baltikumi ország, amely még a többi európai országhoz képest is igen agresszívan viszonyul Oroszországhoz, legalábbis a retorika, a diplomácia, illetve bizonyos gazdasági szankciók terén, ez pedig Litvánia. Miért gondolja azt a litván politika, hogy a helyes úton jár, amikor embargóval fenyegeti tulajdonképpen blokáddal ezt a kaliningrádi exklávét, és külön húzgálja az orosz medve bajszát. Én azt értem, hogy ők azzal indokolják, hogy ők csak az európai szankcióknak megfelelően járnak el, de hát létezik egy más értelmezése is ennek a történetnek, miszerint azért a tranzitforgalmat nem szép, nem illik, és tulajdonképpen nemzetközi jogba ütközik akadályozni egy ország saját területén. Ez hozzá kell, hogy férjen. Hát igen, tehát hogy a balti országok azok hagyományosan ugye a lengyelekkel együtt mindig egyfajta nagyon erős héja állásponton voltak Oroszországgal szemben, és hát nyilván most megigazolva is érzik magukat. Azt hiszem, hogy nem minden ok nélkül, látva ami Ukrajnában zajlik. Tehát nyilván megpróbálják a litvánok ezt érvényesíteni, ahogy mondják, ők csak betartatják lényegében ugye az EU-s embargót. Noha azt gondolom, hogy az EU részéről nem volt kifejezetten nyomásgyakorlás Litvánián, hogy ezt be kellene tartatni. Ugye itt van egy kétoldalú megállapodás létrejében Litvánia és Oroszország között. Ugye nem vagyok nemzetközi jogász, és nem annyira ismerem ennek a részleteit. Ugye itt a Medúza orosz ellenzéki oldal szemlézte ezt, és ők érveltek úgy, hogy valóban ugye ez a kétoldalú megállapodás kimondja, hogy Litvániának biztosítania kell ugye a tranzitforgalmat Kaliningrád és Oroszország között, de ugye ez elsősorban ugye kifejezetten a személyek mozgására vonatkozik, és nem zárja ki azt, sőt kifejezetten hangsúlyozza ezt a megállapodást, hogy Litvániának, mint szuverén államnak nyilván a vámszabályokat és hasonlókat jogában érvényesíteni. Ugye ebben a tekintetben pedig nyilván az, hogy van egy EU-s embargó bizonyos orosz termékekkel szemben, ezt Litvánia most betartatja. Ugye nyilván a tengeren is el tudja azért Oroszország juttatni ezeket az árukat, ugye különböző fémekről, más nyersanyagokról van szó.
de nyilván, hogy ez tradicionálisan eddig mondjuk vasúton keresztül tette meg Litvánián keresztül. Ugye most az oroszok azt mondták, hogy a legutóbbi nyilatkozat, itt ugye az obskurus Maria Zaharova, ugye az orosz külügyminisztérium szóvivője volt az, aki azt mondta, hogy itt Oroszország dilemmázott azon, hogy csak diplomáciai választ, vagy gyakorlati választ adjon erre, és úgy döntöttek, hogy a válasz az nem csak diplomáciai lesz, hanem gyakorlati is. Ez egy nyílt fenyegetés, de azt ugye nem fejtette ki sem Zaharova, sem más orosz tisztviselő, hogy ez a gyakorlati válaszlépés, ez konkrétan mit fog jelenteni. Azt hiszem, hogy az fontos látni, hogy Oroszország most nincs abban a helyzetben, hogy katonailag fenyegesse a NATO-t, tehát olyan léptékig van lekötve Ukrajnában, hogy azt gondolom, hogy a NATO katonai fenyegetése az ebben a helyzetben meglehetősen kontraproduktív volna. Ezzel együtt nyilván az eszkaláció lehetőség az sajnos fennáll, hiszen Litvánia tagja a NATO-nak. Nyilván itt Kaliningrád pedig az Oroszországi Föderáció egyik exklávéja. Ugye NATO szempontból ugye Kaliningrádot úgy látják, mint egy ilyen gyakorlatilag hídfőállást, ugye a különböző terület megtagadó hajó elleni különböző fejlett légvédelmi rendszerek vannak telepítve, és adott esetben ugye ezt az úgynevezett Suwalki koridort, ami ugye Lengyelországot összeköti Litvániával, ezt adott esetben ugye Belaruszon és ugye Kaliningrádon keresztül el tudná vágni Oroszország, és ugye ezzel ugye a Baltikumot elvágná a NATO-tól, azzal, hogy szárazföldi úton érkezzen be utánpótlás. Igen. Ugye orosz olvasásban ez a kép ez egy kicsit más, tehát ők úgy látják, hogy ez a kaliningrádi exklávé, ugye ez igazából egy sebezhetőség, hiszen gyakorlatilag nincs közvetlen szárazföldi összeköttetés Oroszországgal, ugye Litvánia ott van közbeékelődve, és adott esetben ugye a NATO az, amelyik el tudná vágni Kaliningrádot Oroszországtól, de ugye ezzel együtt azért azt gondolom, hogy arra nincs Oroszországnak jelen pillanatban képessége, hogy katonailag fenyegesse a NATO-t, és mintha ezzel az orosz vezetés is, mintha ennek tudatában volna, azt hiszem, tehát itt mind a finn, mind a svéd NATO csatlakozás bejelentésére azért azt gondolom, hogy az orosz reakció az meglehetősen puha volt, összevetve mondjuk a korábbi évek nyílt orosz fenyegetéseivel, tehát Oroszország is érzi azt, hogy egész egyszerűen nincs abban a helyzetben, hogy hiteles módon fenyegesse most a NATO-t. Uh-huh. Értem, tehát akkor ezt helyi értéken kell kezelni, ezt a fenyegetést. Végül a rendelkezésünkre álló pár percben arra kérlek, hogy kíséreljünk meg egy nagy képet, egy nagy totált festeni az orosz-ukrán háborúnak azokat a vonatkozásait rajzoljuk föl, amelyek a nemzetközi geopolitikai dinamikát leginkább befolyásolják, főleg az Egyesült Államok és Európai Szövetségesei, a NATO és Oroszország és Ázsia, illetve Törökország viszonyrendszerében, hiszen talán ebben valóban igaza van Putyinnak, hogy semmi sem lesz már az, ami régen volt, és nem lesz olyan. Mi várhatók a nagy erővonalak mozgásában? Hát azt hiszem, hogy ugye nyilván itt van egy pesszimista, meg egy optimista értékelési lehetőség ennek a háborúnak. Azt hiszem, hogy az optimista, nyugat szempontjából optimista értékelés az, hogy ez a háború, ez Oroszország utolsó kísérlete arra, hogy helyreállítsa gyakorlatilag az érdekszféráját, miközben ugye azt látjuk, hogy itt komoly kudarcot vallott ezzel, és Oroszország teljes mértékig izolálódni fog, és nagyon meggyengült, és ahogy egyébként nem csak nyugati, de orosz prominens külpolitikai szakértők fogalmaznak, Andrei Kortunov például, ez orosz, az orosz birodalmisággal való szembenézés hosszú rögös útjának utolsó felvonása lesz valószínű, tehát ez egy stratégiai vereség Oroszország számára, Oroszország végérvényesen meggyengül, és kénytelen lesz szembenézni azzal, hogy ő már nem birodalom többé. Ugye a pessimista forgatókönyv, meg nyilván vagy értelmezési keret az úgy szólhat, hogy ez az új világrendváltásnak az első nagy háborúja, ugye tudjuk azt, hogy a történelem során kevés ilyen
hegemónia váltás zajlott le békés úton, tehát az, hogy most az Egyesült Államok hegemóniája meggyengül, és majd egy új többpólusú világrend fog kialakulni, és ezt látjuk most folyamatában. És azt gondolom, hogy ezt a nyugat is felismerte, és azt hiszem, hogy jól vizsgázott, és átment ezen a teszten. Nyilván a nyugat egy nagyon komoly egységet tudott felmutatni, mind a szankciós politika kapcsán, mind Ukrajna támogatása kapcsán, pontosan érzékelték, hogy mi itt a tét. Ugye a kérdés az, hogy hosszú távon a nyugat egység az ki fog-e tartani. Én azt gondolom, hogy igen, és azt gondolom, hogy ez egy olyan világváltást fog elhozni, ugye sokan úgy értékelték, köztük Oroszország is, hogy ez a többpólusú új világrend, ez majd nagyobb mozgásszabadságot fog biztosítani a különböző nagyhatalmak, illetve kisebb hatalmak számára is. Én most úgy látom, hogy inkább a blokkosodás fog újra eljönni, tehát lesz egy nyugati blokk, lesz egy izolált Oroszország, ami majd nyilván a kelettel fog jó gazdasági és más politikai kapcsolatokat ápolni, és viszonylag kevés mozgásszabadság lesz különösen a kis államok számára, hogy itt hova sorolódnak be ebben a nagy több pólusú hatalmi tömbbe. Én azt gondolom, hogy ezt hozza most magával ez az ukrajnai háború, de hát nagyon nehéz megjósolni, hogy ennek még mi lesz a végkimenetel. Azt gondolom, hogy a háború az évekig elhúzódhat még, és ugye nem látjuk azt, ugye Ukrajna nyilván megmarad független államként, szuverén államként, azt hiszem, hogy ezt mára már kijelenthető, de hogy milyen területi határok között fog létezni ez az Ukrajna, az azt hiszem nagy kérdés, illetve nyilván azt hiszem, hogy az az európai stratégiai autonómia, amiről itt ugye az elmúlt években azért sok szó esett, az nem fog megvalósulni, tehát azért azt hiszem, hogy azt látjuk azt, hogy az Egyesült Államok nélkül mind a NATO, mind ugye Európa biztonságpolitikája az nem fenntartható. Tehát azt hiszem, hogy hosszú távon Európa az továbbra is rá lesz utalva az Egyesült Államok védelmi képességeire. És ugye azt látjuk már most, hogy ugye jelentős amerikai erők fognak települni ugye a NATO keleti szárnyára. És azt gondolom, hogy ez nyilván az Egyesült Államok szempontjából pedig erőforrásokat fog lekötni Európában, miközben az Egyesült Államok célja évek óta az, hogy Európában legyen egy viszonylagos stabilitás, és minden figyelmét ugye a feltörekvő új nagyhatalomra, Kínára összpontosíthassa. Jó reggelt, Krisztián, az SVK-i kutatója, Oroszország szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Nézőinktől is elbúcsúzunk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Kövessenek bennünket a YouTube csatornánkon is, lájkoljanak, kommenteljenek. Az Enigma búcsúzik, a viszontlátásra!